Sziasztok! Ma egy újabb ilyen kis hol videóba jöttem. És képzeljétek el, hogy mióta Bubim jár óviba, bölcsibe, április 25-e óta, ma van július 21, ha jól tudom. Azóta most voltam először az utolsó napja, mert ez az utolsó napja, vásárolni, csak úgy, hogy elmentem a Juiceberrybe be a vásárosba, és vettem ezt-azt. Szóval ez durva, hogy ennyi hónap után, április, május, június, és hát egy durva 3 hónap alatt én egyszer mentem el vásárolni, úgyhogy halálazába, meg csak úgy elmentem. Mégis a Lidlibe is bementem, mert hát ez a 2 heti vásárlás nálunk már hetibe van, és csak nőnek az ára, hogy gyerekek, mindegy, erről, amit szeretnék beszélni. Jártam az egyfontosba, a Bootsba, Superdrugba, egy pár turiba is bementem, de bementem, és ki is jöttem igazából, mert rongyokat árulnak gyerekek, szakadt, koszos, kopott ruhákat. Régen még tök jó volt, régen imádtam turkálóba járni, imádtam. Bár mondjuk egy pár héttel ezelőtt a Bubinak egy szuper pizsit vettem, egy 75-ért talán, és vadonatúj, szóval ki lehet fogni, de most nem az az idő volt. Na mindegy, még azt hozzá szerettem volna tenni, hogy gondolkodtam, hogy kell-e az oviba ilyenkor vinni valami kis ajándékokat. Tehát szeptemberben megy vissza végül, és úgy voltam vele, a szupercsukból találok valami kis testpermetet, vagy valami ilyesmit, akkor csinálok egy csomagot nekik. Na de viszont a Jasmine nénike valami bőrbetegsége van, szerintem, mert látszik a bőrén, hogy ilyen valami, szóval nem hiszem, hogy fújkodhatja magát. Így elvetettem az egészet, úgy voltam, jól Lidlibe veszek nekik egy-egy csomag virágot, meg csak itt nem volt virág, úgyhogy azt nem kaptak, úgyhogy ennyi, na mindegy, most megmutatom, hogy miket van. Kis Lidl-lel vettünk egy karton ilyen tát, barackos tát. Hát ez úgy el fog folyni, hogy na, mert este felviszünk egyet, és azt ki is hörpintjük. 2 kiló kenyér, vettem 4 bagettot, ilyen hotdog-szerűnek, 5 zsemlét, ugye holnap a Roli megy dolgozni, szóval az neki elég lesz, tejcsi és tojás. Na már most még van szatyrom, de azt még nem pakoltam ki. Úgyhogy mutatom a Boots-t. A Boots-ban úgy hasajtóért mentem a Bubinak, ilyen gyerek, de nem volt. Így, képzeljétek el, 70%-os leárazás volt, úgyhogy vettem neki 5 kis alsógatyát, nagyon olcsó volt, egy, hát alapból lett volna 6 font, amúgy megfizettem, majd mindjárt megnézem, nem tudom, sajnálom, mert szerintem ott már úgy elkapkodták a ruhákat, hogy na csak, mert egy pár darab volt, meg vettem neki egy sima fekete kis mackónadrágot, ezeket imádom, ez alapból 7 font volt, és képzeljétek el, hogy ezek Mama's Papa, ja, Modör keres. Ez egy nagyon-nagyon jó márka itt kim, úgyhogy az nagyon-nagyon megérte. És mondom nektek az összeget, mert potom pénzért vettem, de nem volt tőle más, nézelődtem, úgyhogy egy kicsit szomorú vagyok. Hol van? Semmit nem látok. Az egészért fizettem 3,90-et, alsógatya 1,80, kis nadrág 2,10. Szóval ez szerintem szuper márkás cuccokért, ez amúgy is jó lesz neki ősszel is, meg hát alsógatja. Ami úgy nagyobb tétel volt, hát az az egy a Superdrug. Kedvenc borotvám, évek óta ezt használom, gyerekek, ez tényleg a legjobb számomra. Akkor vettem ezt a Dolkosoftot, ugye a Bubikám nem nagyon tud kakálni, de ez nagyon-nagyon segít. Az egyik ismerősöm ajánlotta, úgyhogy ha esetleg nézi a videómat, akkor köszi szépen. Egy Listerinkét. Múltkor vettem ilyen csárkolósat, és no alkohol van benne, és én azt utálom, én azt szeretem, ha jó szétcsípi a számot. Akkor vettem 2 új fogkefét magunknak, mert ami van, az nem jó. Nem tudom, nekünk ez válik be, milyen erősebb tényleg, ez nagyon jó, ezt nagyon szeretem. Akkor a Rolinak vettem egy nagy Lynx fekete tusfürdőt, meg vettem neki még egyet, most akcióban volt 2 nagy, azt hiszem 4 font volt valami ilyesmi, úgyhogy vettem neki azt. Kedvenc fogkrémem, mindig ezt használom, használjuk, vagy pedig van belőle több fajta, de ez a piros a kedvencem. Akkor a Rolinak vettem egy sprét, mert hát büdös tojás. Ja, 2 vettem. Azt hiszem ez is ilyen akcióban volt, hogyha 2 vettél, akkor 5 font, azt hiszem.
Ezt ingyen kaptam, ezt mivel elég sokat költöttem ott, úgyhogy az ingyen volt. Bubikámnak tusfürdő, Child Farm, legjobb gyerekek. Ha ezt tudjátok otthon megrendelni, vagy itt laktok, vegyétek meg. 4 font kicsit, hát szerintem egy kicsit drága, de sokáig elég és megéri. Akkor fürdéshez, mert nem tudom, hogy mondtam, de mostanság utál fürdeni. Hát egy ilyet elnyom gyerekek egy fürdés alatt, tehát most nem tudok mit tenni. Új fogkefe, ugyanez van neki, de már a sörtéi elég gázak, úgyhogy vettem neki egy újat. Akkor, úristenem, már megint ilyet vettem, basszus. Ezt az 1 fontosba vettem, ezős papírt akartam venni, tehát ha jól látom, akkor megint azt a valamit vettem. Fagyasztásra kerülő húsik ebbe fognak menni. Én ezeket soha nem mosom ki, mindig kidobom, hát nagy pazarlás, de hát na. Vettem nyelvtisztítót, mert mostanában ilyen szar a szám. Akkor vettem még ilyen cigis dolgokat, és az 1 fontosba még vettem a kertünkbe egy ilyen kis hercegnő madót, meg egy ilyen kis fiút is, nagyon cuki, a bubimnak nagyon tetszeni fog. 1 fontosba költöttem 9 fontot. Szuper, csukbot, elég sokat költöttem, de hát most kifogytunk mindenből. Ott fizettem 38,24-et, és akkor most van nekem 349 pontom, ami 3 font 49 peninek felel meg. A Peacocksba is. Hát ez a ruha volt nagyon gáz, de volt, ki volt írva, hogy nagy leárazás, úgyhogy mondom, oké, bemegyek, úgyhogy találtam egy-két dolgot. Bubinak találtam, ehhez kerestem fölsőt, mert úgy gondolom, hogy ez egy szedbe volt, de nem találtam. Ez 8 fontról volt 5 font. Nagyon jól néz ki amúgy, meg ilyen jó kis anyaga van, meg vastag. Hát itt már úgyis be fog jönni nem sokára ide, úgyhogy ez őszre szuper. Majd, mert szeretem úgy öltöztetni, hogy matchingoljon a kis nadrágja, meg a fölsője, vagy akármilyen. Úgyhogy ehhez majd nézek neki még valamit. Ezt az öcsémnek vettem. Nagyon cukimuki. Most volt 2 napja, hétfőn. Ma csütörtök van, hétfőn volt 6 hónapos. 4,50 helyett, gyerekek, 75 penny. Tehát vétek lett volna ezt ott hagyni, úgy gondolom. Tehát ezen meghalok. A Bubinak egy úszógatya, tehát most na, sárkos, úgyhogy erre azt fogjuk mondani neki, hogy baby shark. 4 fontról volt, 2 font, és 1,5 évesekre vettem, mert ő elég soványka, meg ez nyúlik is, úgyhogy ebben jó kis barack segge lesz. Ezt még az öcsémnek vettem, a kis pólójához, egy kis naci, ez is 3 fontról 75 penny, tehát 1,50-ért már ott van neki egy kis szett cuki. Ja, meg még neki vettem. Ez volt 2 font 3 fontról, hát most az az 1 font, na mindegy. Savingelés, egy kis dínoska hosszújú, meg hát hozzá 3 fontról 2 fontról 2 fontra kis katyát, ugyanolyan színű, színbe megegyező. Hát és akkor magamnak vettem, 14 fontról volt 7 font, 14-től 16-os, szóval ez nagy, de ez egy ilyen pizsoma Halloween-szerűség, ez hatalmas igazából rám. De megmondom őszintén, hogy én ezt lazán fel fogom venni az utcára is. Igen? Megyek! Úgyhogy ennyi, majd jövök, mert kell menem. Let's go! Mindjárt lehúzom. Na, mit kaptál? Oké. Mi az? Mit kaptál, Bubikám? Új fogkefét. Na, minek örülsz a legjobban? Az megy ki a kertedbe.
szerelmem. Képzétek el, felvettem, hogy a Bubinak kitettem az ajándékot, erre elveszett az a felvétel, úgyhogy mindegy. Vettem szilvás gombócot, ez még gondolom arról az európai hétről maradt. Tej, eper, mert ez az Adi lazán egy ilyet megeszik egy 3 nap alatt. Oliva, olajos vajacska, kedvenc kis ilyen kis paprikánk sajttal, virsli a Bubikámnak, ez, hát remélem ez a jó fajta, mert 3 fajta májkrém van, hát fogalmam sincs, hogy ez a sima-e, mert van, ami darabos, van, amiben valami zöld, valamik vannak, úgyhogy, ja. Roli vett magának 2 Red Bull, meg egy ilyen, ami ez, Starbucks-os ilyen valami kávét, akkor 4 liter olaj, mert nagyon megfogyatkoztam, és csak olívaolaj van, és abba sütöttem, hát ezt meg sajnálom felhasználni. 2 rekesz, úgymond apple juicy szalámi, Roli vett magának 3 ilyen noodles, hát gondolom a munkára, nem tudom, sajtkrém vaj az eperhez, mert hát azt teszi a Bubi, nem leveles tészta, hanem a másik, tejföl, mustár és szöllő, meg le volt árazva az ilyen Top Joy-szerűséges alma cseresznyi, úgyhogy abból vettem 3-at, így ennyi volt, ezt már viszem is a Bubinak mindjárt. Majd most el kell pakolnom. Bubi már kiment, kiabál. Úristen, tényleg esik az eső! What are you doing outside? Lini Boo! Are you joking? Esernyővel? Gyönyörű, hogy nem baj, járj! Tudod, mit csinálj? Járj egy esőtáncot! Rain, rain, go away. Come again another day, we want to play a game. Rain, rain, go away. Maci, csupa víz lesz az oknit. Most nem tudom, mit fogunk csinálni, mert általában kijövünk az udvarra, meg csavargunk, sétálunk meg. Maci, nem Brandon a neve, hanem Raúl. 1, 2, esik az eső, 3, be van zárva az ajtójuk, 4, biztos elfáradt az is suliba. Mit a kajok? A Raúlt. Rubent? Raúlt. Nem, Brandon a kajok. A Brandon. A Brandon az messze lakik szerelmem. Na hadd lássuk, hogy wow, you're so good. Jó volt az utolsó vinapod? Ahhoz álljájom, így álljájom a mi házunkban. A mi házunkba jön a Raúl. Hát de szívem, mondd! Ah! De ne akard már, mikor es... Ah! Az eső! Segítek! Na, gyere! Na! Na, kapaszkodjál fel! Ah! Ma baby bubu! Az a szakít szét az új pólom. Ja, tényleg rendeltem magamnak egy pár jó kis ruccot. Maci, leszakítod az új ruhám! Oh my god, ki az a kölök? A síről. Raúl! Na! Hogy szóljak neki? Megőrít ez a gyerek. Na, szóval ennyi, sziasztok, bye!